Egyelőre még a fényviszonyaink nem annyira jók egy videó leforgatásához, úgyhogy érezzétek ezt egy kávéfőzés közbeni podcastot. Magának a képi anyagnak nem lesz sok információ meg arról, amit én szeretnétek mondani, és még a kávé lefőzéséért sem türelmetlenkedem közben. Viszont visszahozta ez a ma éjszaka, lakóautóban töltött éjszaka, azokat a lakóautós hátrányokat, amiket bizony bevallom, én már megéltem Hajdanában, Danában. Mint tudjátok, én magam is Trabant expedíciót vezetve és vándorlásaim során nem ritkán használom és alkalmazom a Park4Night applikációt. Ez többnyire lakóautósok által összeállított szájt, amely arról szól, hogy hol tudunk jól éjszakázni, hol kell kevesebbet fizetni, szép fényképekkel illusztrálva, stb. Nem ennek akarok én gyakorlatilag reklámot előidézni, hanem elővezettem azt az előtörténetét, hogy mit keres általában két lakóautó közé bezúzódva egy Trabant kombi. Azért, mert én magam is befóliázom az ablakaimat, és közöttük alszok. Na most, ha igazán kíváncsiak vagytok, hogy miért is ez a hosszas-hosszas bevezető. Mert két lakóautó közé beparkolva, elcsöndesedve, befóliázva, meditálva és esetleg az alváshoz készülve, azzal a szörnyű zavarral szembesülök mindig, hogy az én autómban lecsapódó zajok, azok lehet, hogy a lakóautóban nem is érzékelődnek annyira. Tehát amikor a lakóautós még mozog az autójában, dübörög, tüzet gyújt, tévét néz, de leginkább ajtót csapkod, az bizony a külső környezeti hatásként borzasztóan zavaróan hat a benn alvókra. És sajnos azt kell mondja, hogy az a lakóautós probléma ez akár itt is. Hatványozottan hallatszik ebben a dobozban az, ahogy a mellettünk lévő homeless bácsi azt a személyi autót pakolja, amivel egyébként éjszakázott. Behallatszanak a külső utcáról ideérkező hangok. Ide hallatszik a kétszer-két sávos főútvonal autózaja. Ide hallatszik minden egyes olyan, hogy nevezzem ezt a furcsa, nem folyamatos és monoton zajt, hanem ez az, amit akkor egy csendben becsapódik egy ajtó, és akkor azt nem is hallod, hanem szinte érzékeled. Aztán becsapódik még egyszer, aztán becsapódik egy hátsó ajtó, aztán székeket húzgálnak mellette, és stb. És ezek mind-mind a lakóautókban szerintem sokkal észveszélytőbben jelentkeznek. Na, elkészült a kávé, ennyi dubálásom közepette, kisasszony. Szerintem még egy perc, és igen. Teljesen jó, tehát akkor megérkeztek első vásárlóink, illetve érdeklődőink arra az ominózus lakóautóra, amit mi kölcsön kaptunk. Nos, hát első megdöbbenésben ne vegyétek tudomásul a benne rejtekező lomot, azt már mi kooperáltuk össze, de hát bemutatnék egy olyan épített lakóautót, amelyet ugyan nekünk kölcsönadásra és tesztelésre adtak ide, de szeretném megmutatni és fölkínálni nektek eladásra. Nem tudom, ehhez majd a következő tudban a tulaj mit fog szólni. Tehát első benyomást kérnék arról, mindkettőtök részéről, ha-hó önkéntesek, hogy ha már járt útakon fesztivál jelentkeztetek, akkor lehet olyan fogékonyságotok, hogy esetleg nem akartok különböző személyautókban éjszakázni és azokat úgymond kihasználni. A kihasználatlanság az ez a Citroen Jumper típusú autó, amit mindjárt kinyitok, és belenézhettek, beletekinthettek, hogy mit szóltok hozzá. Tehát kettő nap után ilyen szinten voltunk képesek belakni és belomolni a szerkezetet. Hát az ágynemű garnitúrát szépen az számomra megszokott economic banános dobozokba elhelyeztek, amit benne találtunk, és sajátot használtunk megfelelő hálózsákokkal, amikre sajnos az időjárás tüneményes volt, amiatt szükségünk is volt. Aztán teljesen természetesen megpróbáltuk nem túl sok lomot belepakolni az ügyben, hogy mi a Fákja Klub környékén történő lomtalanításból azért csemegésztünk dolgokat. Példaértékűnek mondom, hogy vasszékeket, meg ilyesmiket, de megpróbáltuk ezt az autót nem telepakolni. Barbara, mi volt az elsődleges megdöbbentő szóhasználatod, hogy ez? Nagyon szép a faburkban, természetes. Jó. Ezen kívül? Ezen kívül. Fasza. Ezt, ha lehet, akkor kivágjuk. Kisípolnám.
Hogy alapvetően nem reklám, hanem inkább tesztvideót készítünk. Ezért Timinének rögtön olyan felvetései voltak, hogy milyen motor lehet benne. Hát 1.9-esbe kiegyezhetünk szerintem. 1.9-es. A motorhoz nem lett hozzányúlva. Ebben a ködös időben azért tegnap reggel is, meg ma reggel is ráindítottam, hogy egyébként ne teljesen hűljön le, és ne legyen ezzel problémája a tulajnak, hogy több napig nem indult az autó. Más egyebet nem tapasztaltam, hogy bár nem mozgatjuk, mert hiszen csak arra kértük kölcsönbe, hogy ezt letesztelhessük, betesztelhessük. Tetszenek benne például a használhatóságai a fiókoknak, meg a felszereltsége, mert ugyebár Trabant expedíciós lévén nem nagyon tudok máshogyan abszolválni, tehát a méreteket, a fizikát én is tudom meghazudtolni. Ez fizikális méreteiben képes arra, hogy akár egy, nem azt mondom, hogy család, de két ember plusz egy kutya heteket eltartózkodjon benne. Óriási hiányosságnak ítéltünk meg az egyik szellőztető, az egy műhelykocsi volt a szellőztetőnek az áthatósága, úgyhogy igen, szépségesen azok a rony darabok, amik az autó tetején vannak, az azért vannak, hogy lezárják a szellőző nyílásnak a belépő részét, és gyakorlatilag a hideg levegő cseréjét megakadályoztuk ezzel. Parti zónát megkezdve, a születésnapi torta, és annak a levezetése, mielőtt még visszavonulnánk a Fáki Klubba, a Játótokon Fesztivál második napján köszönöm működni. Következő lépés a lépés, illetve a lépés az, hogy becsukdassuk a Ford Focus ajtajait, és a hitehagyott Trabantos beautókázik a Fáklya Klubba, hogy a 13. Játautokon Fesztiválon részt vehessem. Sok szeretettel várok mindenkit holnap délután 15 órától egy nem előadásra, hanem egy általam vezetett workshopra, amely nem teljesen másról fog szólni, mint a túlélésről. Lesz ebben urbánus túlélés, lesz ebben erdei túlélés, de leginkább az utazási fesztiválnak megfelelően teljesen természetesen utazásról szóló túlélés. Amúgy pedig köszönettel az éjszakázási lehetőséget a Vándorlandnak, különösképpen Müller Kingának, aki rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a Citroen Jumperből épített lakóautót, amiben itt a zöld területen, Budapest 14. kerületében remekül éreztük magunkat, és ide még este is visszatérünk.